Háromnapos korosztályos versenysorozatot bonyolított le a Szombathelyi Vívó Akadémia Sportegyesület. A világbajnok, olimpiai bronzérmes magyar tőrvívó edző, Fülöp Mihály nevét viselő megmérettetésen az ország legjobb gyermek, újonc és serdülőkorú tőrözői adhattak számot tudásukról. A sportág népszerűségét mutatja, hogy már előzetesen közel 300 nevezést adtak le a résztvevő klubok ifjú tehetségei. A Szombathelyi Egyesület 2019. novembere után lehetett házigazdája a zárt kapuk mögött megrendezett erőfelmérőnek. Elég sok gyereket sikerült ide csábítani, most már ez a második alkalom, hogy itt ebben a teremben tudjuk ezt a versenyt megrendezni. Ez egy hosszadalmas versenysorozatnak az egyik része, amit a mi egyesületünk rendez. Hát nem volt olyan nagyon nehéz. Lobbiznunk kellett természetesen a vívószövetségbe, hogy megkapjuk a verseny rendezési jogát, de hál' Istennek a hagyományokhoz híven adták nekünk a lehetőséget. A hazai színeket több mint egy tucat versenyző képviselte, köztük Lajcsik László, aki első komoly versenyére készült. A paragvári iskola 10 éves tőrözője tudatosan készült rá. Bemelegítünk, utána lehet picit játszunk egy kidobót, utána picit lábmunkázunk és vívunk, beketünk, beöltözünk és vívunk. A Szombathelyi Vívó Akadémia idén nem csak szervezésben bizonyított, de szép eredményeknek is örülhetett. Lajcsik Róza nyerte a serdülőkorú lányok küzdelmét. A versenyzőknek nem marad sok idejük az ünneplésre, hiszen hamarosan újabb megmérettetésen bizonyíthatnak a páston.